Véget ért a tanév, és elkezdődött a nyári szünidő. Ez azt is jelenti, hogy azok a gyermekek, akik eddig részt vettek a térítésmentes gyermekétkeztetési programban, a következő tanév kezdéséig akár meleg étel nélkül maradhatnak. Tiszalökön, ahogy az ország számos településén, nyáron is várják a rászorulókat. Üzemel a konyha, rendelkezésre áll az ebédlő, illetve van lehetőség egyszer használatos tálakba elvinni. Azt hiszem, hogy ez most is így van. Tiszalökön naponta közel 200 adag ingyenes melegételt osztanak a nyár folyamán, csak úgy, mint Nyírbátorban. Az elején nagyobb létszámú volt az igénylés, ma már lényegesen kevesebb. Most a nyári időszakban változó, de általában ilyen 100 és 200 közötti létszám között étkeztetünk gyerekeket, akik jellemzően hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzetű családokból kerülnek ki. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere arra figyelmezteti a családokat, hogy minél előbb kérvényezzék a nyári étkeztetést, amennyiben rászorulónak érzik magukat. Nyíregyházán jelenleg 805 gyermek van, aki ingyenes étkeztetésre jogosult. Ennek ellenére a jogosultak közel harmada még nem jelentkezett. 500-an eddig kérték, tehát van egy olyan kör, aki ezt nem kéri, de én arra buzítok mindenkit, hogy ilyen ez a lehetőséggel. A szociális osztályra kell egy egyszerű kérvényt benyújtani, de hogyha a családsegítőket veszik erre igénybe, vagy pedig az iskolai szociális segítőket, akkor ők ebben segíteni fognak, hogy hogyan tudják benyújtani a kérelmet. Ez pusztán arról szól, hogy mi a szolgáltató felé tudjuk azt jelezni, hogy holnaptól akkor 501 adagot főzzenek és juttassanak ki. Nagyon fontos az, hogy házszállításra végezzük az étkeztetés, és nem kiosztópontokon. Jászai Menyhért hangsúlyozta, Nyíregyházán akkor is volt nyári gyermekétkeztetés, amikor még az állam nem tette ezt kötelezővé minden önkormányzat számára, illetve nem bocsátott rendelkezésre ehhez plusz forrásokat. Nyíregyháza a normatíva összegét jelenleg a háromszorosára egészítette ki, de ez sem jelenti azt, hogy a nyár folyamán a hétvégéken is járna az ingyenes ebéd. A kiindulási alap az volt, hogy ezek a gyerekek az intézményekbe térítésmentesen étkezhetnek. Tehát az önkormányzat azokra a napokra biztosítja az étkeztetést a házhoz szállítással, amikor nincs intézményi jelenlét. Ez Nyíregyházán a bölcsődék esetében 20 napot jelent munkanapot, amikor zárva vannak a bölcsődék, az óvodák esetében 20 napot jelent magyar, amikor zárva van az óvoda, erre igényelhetik. Az általános iskola esetén pedig június 16-ától augusztus 31-e között 54 munkanapra kérhetik. Hétvégén nem, hiszen a normál évközben sem etettük a családot, vagy a gyerekeket hétvégén. Ez azokon a munkanapokon jár, amikor egyébként iskolában, bölcsődében lenne a gyerek, ha éppen nem lenne az intézmény zárva. Akik úgy érzik, hogy szociálisan rászorulnak a térítésmentes nyári gyermekétkeztetésre, azok az önkormányzat ügyfélszolgálati munkatársaihoz, az iskolai szociális segítőkhöz, valamint a családsegítőpontok szakembereihez is fordulhatnak, akik ingyenes tanácsadást nyújtanak a gyermekétkeztetés igénylésével kapcsolatban.